Elment hátsó kertbe, lehet most éppen kalandozik az öreg. Mindig máshol. Nem, csak úgy szokott bóklászni, mert öreg. Tudod, csak gurulgat a székében. Véletlenül sem lesz köze a végső bosshoz. Három befejezés van a játéknak, és abban egy-egy különféle boss jellegű. Szóval az egyik befejezés a játéknak, a valós befejezés a játéknak, az egy extra boss a legvégén, ami nagyon durva dolog. Hát jó, de az háromszor kell kijátszani, nem? Nem, nem kell háromszor kijátszani, első is meg lehet csinálni azt a végjátszást, amiben ő lesz a végső boss, a végső boss. Érted? Végig tudsz ezeken menni, vagy meghalsz? Olyan messziről csinálod, te Csaba. Hagyod, hogy a kis hülye varjú megtámadjon? Mindig messziről csinálod nagyon. És ezeket nem is lehet így megütni, mert alacsonyan én vannak. Én őtet akarom magam. Hát ő nem jön öle. Ezeket üsse csimán. Így, nézd meg, hogy lekalapáltad. Ne kalapáld! Hát 500 méter van a gyerek, bazdmeg, a fasz. Lehet már négy izéd van insightod, és már meg vagy őrülve. Már megint nem hiszem, mit csinálsz? Ez most olyan, mintha először játszom Bloodborne-on, most kezdtem ebbe a percbe. Nézd már, beszorogni. Megölti, ő nem látom, én is megöltem az óres szelőm. Hát oké, ez elő megtörtént, de most megint valami baj van, császár előddel. Na most menj neki a két farkasnak, kérlek szépen. Egyszerre? Egyszerre. Most jó, messze lesznek a házi lelkeid, de most gyűjtögetni is fogod itt. Ez jó, mert egyesen jönnek csak. Most megint gyorsba. Egyel annyi van. Jól van. Na, izzadtál már megint. Na, hat blood vile extra, megint, nagyon jó, nagyon jó. Szőnyeg bombázás. Csak akkor megy át a falon. Ha? Hát, hogyha így csinálom. Így sem mindig, mint láthatod. Egyszerűbb is meg lehet őket ölni az élmény. Szerintem. Például így. Egyenesen lefele szépen. Na, megírjuk az eszém. Hát itt nem lesz egyszerű dolog, nagyon kell figyelni a staminára, meg a hálra. Healre. Használtad hosszúbb a fegyvert, hogy sokkal jobban megy. Neked. Bloodstone Shard! Vérkő szilánk! Tömegnövelőzni a csajjal. Na, meglőtt. Meglőtt! Megcsikart apuka a lánc. Vigyázz meg közben előre. Új, nagyon rossz neked most. Vigyázz nagyon. Növelem a feszültséget, gura. Feltűnik. Igen? Nem. Tudod mi a legjobb dolog benne? Én nem. Pisztolyhős! Itt ebben a játékban főleg minden itemet fel kell szedni, mert nincs benne sok fegyver, és nincs benne. Most ez komoly? Hát belemész be az meg a támadás a közepébe, mi az, hogy ez komoly? Ez hát most olyan, hogy ott egy darásfészek, lerúgod, belefekszel, most ez komoly, megcsípna! Hát bazd meg. Megcsípna. Megcsípna! Le kell ugrani ezekre a szélső részekre, igen. Hílej először. De jöttünk erre később is lefele, nem tudom. Félek tőlük. De nem harapnak meg, csak megcsikarnak itten, de majd nem látszik olyan sokáig. Na, menj már faszom a patkányba. Menjek ide? Aha, hosszú fegyverre menjél már. De és minek zárt be a fegyvered egyáltalán, amikor így működik jó, még mindig? De most sajde szó patkányi. Gyesz a végig, gyesz úgy starý domy, všetko je tam po patkányi. Prišel onikhoz von. Félek, bazdmeg. Sápat, mit félsz, mikor együttések? De pont ez az, hogy a Dark Souls-ban ki kellett őket védeni, hülye pajzsa. Nem mérgeznek itt. Ja, akkor jó. Ha még mérgeznek, látsz, hogy megmérgeződ, megmérgeztek. Amúgy csak azért akartam, hogy harcoljak és be lehessen vágni a videó, majd a botkány. Tudom. Botkán. Hát nem tudom, most ahelyett, hogy normálisan... Madame. Ez adja az insightot. Milyen madame? Madman's knowledge. Madman. Őrült ember tudás. Tetszik? Öregember. Visszajön azért a dolog a lakából, ha jelmatárosták, két így kereket a boldog. Prisel onikhoz von. Itt nincs semmi, ez egy zsákutca, basz. Fent vannak a kis kabáldok, de azok ott fent mászkálnak. Nem, félek, hogy itt fogok meghalni, és ide már nem tudok visszajönni. De vissza tudsz, hogy nem félsz. Csak ne rohangálj. Nehéz a döntés, a rolikám, olyan, mint a palimán. Menekülj, Márti. Ne esd le még erre, vagy itt menj fel itt először is. Itt le még nem kéne jönni szerintem, nem tudom. Az a baj, hogy most mivel gyűjtenek oda a hülye lelket, nem akarom, hogy arra menjél, mert valószínűleg megdögősz. Ide jöttél volna ki, hogyha ugye mész tovább egyenesen.
ott abban az épületben. Nem mindegy, nem emlékszem már úgyse szerintem. De emlékszek rá. Nem, úgy emlékszem. Hát az... Azt, hogy nem mondanám. Nézd be oldalasan, hát ha... Látod? Ugye az a varjakkal. Nem már, bazd meg, most miatt riadtam? Miattam? Igen, mert itt üvöltözöm el. Hát ő is üvöltözik, ugye? Ő pont nem. Használ hosszúba a fegyver. De hosszú nem tudom használni, mert kicsin van ez. De hogyha normálisan ütsz, akkor tudod használni, és nem fölforogva. Hosszúba pont, hogy jobb, mert eltalálod őt, és nem... Nem találom őket el nagyjal, bazd de meg. De tudsz így is ütni a nagyjal, bazd meg! Igen, de nem úgy ütünk. Hát ez az, hogy miért nem úgy ütsz akkor a nagyjal. Már nem! Mad Men. Mad Max. Olyan kis hülye vagy. Vagy a fogyaték. A Csabika minden nap megjelenik nálunk ma. Ennek már más bunkós botja van, látod-e? Látom. Ennek a saját öcsét tartja, vagy mi a fasz? Valakinek az elmumifikálod holttestét fogta. Azért az milyen durva már az, hogy már ecsém. Másik ajtón lehet beszélni, azt hiszem. Csak százasson. Volt egy feljáró, láttad? Láttam. Biztos, hogy benne? Haló? Right outside. Ennyi? Hát nem engedi, végig mondjam. Hol vannak a régi ordibálások, meg minden? Neked nem hiányzik, mikor ordítottam és fájt a fejed? Előbb történt. No. Tátárárá, tárárá, tátárárá. Ott az ajtó, te fasz. Meg kell húzni a kilincset. Mászik. Megijedsz itt, hőkér. De meg itt az ablaknál lehet beszélgetni a kisfiúval. Itt az ablaknál lehet beszélni egy kisfiúval. Vagy kislánya, mit tudom én már. Who are you? Ez fontos, ezt ne nyomd el. I don't know your voice, but I know that smell. Are you a hunter? Then please, will you... Na, most elnyomod? Nem. Daddy never came back from the apartment for us, és nem jött haza. No, I'm all alone and scared. Find girl's mother. Really? Oh, thank you. My mom wears a red javelled brooch. It's a big and beautiful, you won't miss it. If you find my mom, give her this message box. It plays one of daddy's favorite songs, and when daddy forgets use when mi? Nem tudok ilyen gyorsan dadogni. Mummy is so silly. Tetszett? Jó, hol az anyju? Nem tudom, itt van a seggem alatt. Hol az anyjuk? Hol az anyjuk? Mi az, hogy az anyjuk? Hát most visszakerülti oda, ahol dadognak. Fasz van veled, geci. Nem, örülök, pörgés van, most visszatérte, biztos jó kedv meg a pörgés. Most úgy érzem, nem, most történik valami haladás, meg van valami. Nem bírom azt, amikor tökölünk. Nem bírom azt, amikor nincs semmi. És akkor merre menjek? Mit tudom én anyádban? Keres a műtalat. Hát amerre az előbb nem menti fel a létrán. Itt menj megint vissza, menj lefele, és haladj visszafelé, ahol nem menti az előbb fel a létrán. Majdnem megvan a max HP-d. Vagy mi? Majdnem megvan a 3000 lelked, hogyha akarsz venni magadnak tacskó darabokat. Nem menj lefele, please. Visszafele, hátra, erre, ahol volt felfel a létra. Nem lesz könnyű dolgod, vedd elő a hosszú pajzsodat. Lehet, hogy nem lesz hosszú. Elég csak egy mobot megölni kb. Jó, de attól még vissza kell sétálnod. Nem. Hovet bónusz. Nincsen. Gratulálok az, hogy megszülettél ilyen furcsa formában. Nagyon vicces tényleg. Nagyon szereted érezni a szégyent. Itt jöttél volna ki, ugye? Hú, bazd meg. Hát nem is értem, fuss meg be az ajtó mögötted. Bazd meg! Futál, futik! Meg... Vagy tudod, itt vagy? Tudod, hol vagy? Oké. Okay. Fuss át ugye a másik oldal, és hát ha jön utána az a Csabi bácsika. Nem, így fasz! Azt mondta a másik oldalra. Nem, nem, mindegy. Nem így? Nem így a másik oldalra. De jön a Csabi. Hát öld meg a csacsásod. Arcba küldettés! Erre visz visszamenni hátrafele, ugye? Haladj vissza szerintem, rogony. És akkor vedd meg a durgos dörgöst, aztán megint erre kell majd haladni, és most már jobban leszünk. Bár nem tudom, lehet neked ez a fegyver nem fog tetszeni. Biztos meg akarod venni? Kökhama. Kell hozzá erő, majd 16. Szólhattál volna előre. Mit te kiemlékszik rá, faszom el? Aztán egy szint, ugye? De hogy minden, azt mondtam, minden fegyvert meg akarsz szerezni, akkor tök mindegy. Yeah.
Na, akkor beszéljünk arról, miről szól ez a játék, na. Rolandi. Na, miről szól? Hát ebben a játékban sok a vér, mert folyik mindenfele, és így meghalnak az emberek, jobban várnak. Hát ez a játék arról szól, hogy van ez a járna nevezetű város, ahol most tartózkodsz, ugye feltűnt, hogy ez egy város. Nem. Mi? Nézzél szét, most állj meg itt a hídon, és nézzél szét, még nagyon geci nagy vár, lakóterületek, mindenféle helyszínek, ezeken kívül is vannak ilyen lakóterületek, lakóövezetek, faluk, ilyenek. Értem, mi kell megijedni? És reflexből kinyitottam a izét. Reflexből benyom. Szóval van ez a Járnám nevezetű város. Igen. Ennek voltak a nagyon kedves kis lakói, akik így boldogan éltek, aztán meghaltak. De felfedeztek így a város alatt egy ilyen nagy dungeon rendszert, egy ilyen labirintust, amiben kiderült, hogy ilyen izék vannak dolgok. Meg ugye ennek sincsen egységes lóri, ennek a játéknak se. Nyilván vannak, amik fixen tudható dolgok, de vannak, amik csak így következtetések, hogy valószínűleg ez így van. Uh-huh. Szóval a labirintus megtaláltak ilyen izéket, ősi isteneket, annak a nyomait, meg mindenféle dolgokat, aztán ugye kétféle szekta alakult, akik az ősi istenek vérét kezdték el használni arra, hogy az emberiséget tovább fejlesszék, mert az lenne a cél mindenki szempontjából, hogy az emberi fajt azt minél gyorsabban, minél magasabb szintre emeljék, úgymond. És az egyik csoport ezeknek az ős istenek a vérével próbálkozott, abból lettek az ilyen elbaszott szarok, ugye, mint a vérfarkasok, meg minden hülyeség, minden korsulás. Uh-huh. Mindenféle speciális korsulás is ráadásul. Azért jöttek létre a hunterek, hogy vadásszák ugye ezeket a bestiákat, amik szanaszét vannak a városban. Szóval gyűjtek. Nem tudom elmaszni normálisan, majd egyszer utána olvasok rendesen megint. Én annak idején, amikor kijátszottam másfél évvel ezelőtt, akkor nagyon tudtam mindent, akkor úgy elmeséltem volna, hogy beszartál volna. Nem csinálta róla a videó? Mit tudom én? Nem tudok videót csinálni róla. Miért? Túl bonyolul. Mi bonyolul? Nem tudom, nagyon meg kell írni ezt azért. Majd lehet a következő... Basszad meg lehet a lehet a következő felvételi alkalom során majd... Kicsit felkészülsz. Na... Nem az, hogy kicsit felkészülök, hanem elolvasom, mik a hipotézisek. Az alap az megvan, oké, csak most hiába mondom el, így értelmetlen önmagában. Most emlékszem, a Healing Church ugye az, amelyik a vért használja, a vér az ezeknek az ősi isteneknek a vére meggyógyít mindenféle betegséget. Akkor most le. Hát nem, itt még nézze szét oldalra fent. Itt a fent, arra, fent. Kifele, arra fele, nézi, menj el végig. Ja. A szélén. Hát olyan hülye vagy. Fel kell pofozni téged, öcsém. Pofosz. Hát meg is kapod mindjárt magad. Ja. Előre szeretném leszögezni azt például, hogy esélyes, hogy nem szedünk össze minden itemet, meg ilyenek. És az is lehet, hogy összedünk sok itemet, de nem nincs benne a videó minden itemnek az összedése, mert nem úgy vágom meg, hogy minden benne legyen a videóban, hanem úgy, hogy nekem jól esik. Ahogy engem szórakoztat, úgy vágom meg a videót, nem. Itt ugod le, úgy vár, nézzél magad alá. Jaj, ne. Nézzél lefele, itt a lizél lefele, lefele. Próbálj meg ráugrani arra a deszkára, ami van egy item. Non-deszka. Non-deszka? Másik irányba. Ott is van benne a sarokban egy peble. Arra kéne ráugrani? Aha. Ráugrani. De nem, ott mögött is volt egy item még. Ott jó, benne a sarokban. Jó, csak te mondtad, hogy nézzek le. Tudom, csak mondtam, hogy nézzél le. Hol van az item? Eltüntetted. Akkor nem itt volt. Akkor itt varjakból volt, nem? Mi a fasz? Ott van. Hol? Üss szét azt a szart. Na. Na, csak nem vagyok öcsös. Hát nem vagy öcsös. Öcsös mondjuk. Vagyok? Csak egyenesen állj be és rágurulsz, nem egy olyan vészes dolog. Nem jó már, most nem jó. Nem gurulni szeretnék. De gurulni kell. Most nem kell, de mindegy, lehet nem esni. Nem fog gurulni, hadd sem úgy, ahogy jó. Jó, csináld, hogy akarod, de megint mellém ész, már látom. Bloodstone Shard! Na most mehetsz arrafele. Igen, nem. Gabikám, arrafele. Essek le? Aha. Hogy mész le innen máshogy? Az örgő fürge? Vigyázz a rörgével, azt javaslom, vigyázz a rörgével. Aha. Ez volt a póknők, az három volt, csak nem pókok. Nem? Most válts nagy fegyver és csapd le! Hatalmas csapással beközéjük. És mi van? Mi kell ugrani? De nem csaptál. Jó van, megismételjük akkor, na. Te szaras. Így elrontani jó kis jelentet, mikor lecsaphattál valamit, hogy kiket csap. Na, ez már jobb volt azért.
Ezek erősebbek az ilyennél. Most kellettem a csavarhúzózni. Az igen a támadó öklös. Az igen a támadó öklös. Bloodvial. Quicksilver Bullet. Bloodvial. Bloodvial. Az közel volt azért becsapjon egyet azért az arcájában neki. Ilyet csinált. Nem? Híles. A nagy szép híl kéne. Nézd be oldalra itt a kis bejáraton, mert itt szerintem van egy item. Meg egy ellenfél is. Bloodstone Shard. What a Bloodstone Shard, Mark. Ide kéne följönni? Aha. Nem szóltam, direkt mondom. Mondom, hát ha befutsz. Nem már. Jön. Mi? Dögös lányok a peblénél? Ja, csak a hülye csirke. Ja, csak a hülye csirke, ami egy varjú amúgy, baszad. Na most nyisd ki az ajtót. Vagy a liftet. Ott van. Most már tudsz haladni. Van egy shortcutod. Menj bele. Ja. Jó nagy hülye vagy. Öld meg azt a kettő Tibertit. Ez azért attól még egy hülyeség, hogy nagyon már tudod, hogy kell őket ölni. De hogy is. Az előbb is látszolod, hogy nem tudod amúgy, mert hülye vagy. Csak játszol az agyad. Na tessék. Így kell játszom meghalni, bazd meg. Jó, mi hogy még volt shortcut, mert belemegy a bazd meg az egy szuper támadásába a gyereknek. A szuper támadás! Szuper támadás. Lehet, hogy jobb vagy, mint voltál, azért nem kell kurvára menőnek lenni, tudom. Nem vagyok kurva menő. Hát de úgy érzem. Mert nem mondom, hogy majd figyelj, te srác, hát hogy ez megyöröm? Az, ez az, hogy nem mondod, de így viselkedsz. Na figyeld, bemegyek, bemegyek közé kettőt, egyszer bám, gyerzs, bám! Azt közben mi történik, így Nem csinálok ilyeneket. De csinálsz. Pont, hogy nem, ez az. Nem csinálod a hangot, de a tek történik a jelenet. Kutya fejű. Na most menj vissza, szlépi kettő szintet, kérlek, szépen pöcsön rúglak, mindjárt meg is taplak, majdnem meg is öllek, mindjárt megöl. Most kéne megölni a nagy egeret? Az nem egér. A patkó. Nem patkány. Hanem? Ez egy más. Az egy patkány nem volt. Nem patkány, bazd meg. Nyúl? Nem, mi nyúl? Hogy ma meglátod, nem kell megölni. Majd megöllek én téged. Mi NPC? Nem, magyar. Magyarokat nem ölünk. De még kell elszpolyoz, hogy mi a faszom az még én. De látom, majd meglátod, nem patkány volt még mindig. Viccből mondom, hogy nem patkány, mert nagyon szórakoztat engem, hogy azt hiszed, hogy patkány, vagy nem. Semmi értelme. Azért mondom, hogy nem patkány, mert nem patkány! Mi kell megérni mindent tűnöm? Mert nem tudtam, hogy ennyire jön. Nem tudtam, hogy ennyire jön. Azt a kurva. Away! Away! Hogy lehet ezt írni, Jóra? Hogy lehet írni, akár egy gorló gömbre? Így áll... Üt egyet először, de nekik profalnak. Nem ütöttem. Nem ütöttem. Igen? Jó, lehet velük farmod a blood... Akkor mi történik? Hogy meghal, geci, egy De repül 10 percig. De... Úgy repül... Nem tudom, ez milyen támadás. Egyrészt nem is nyomtam végig a nagy támadást, másrészt meg hogy egy hiteltem. Nem tudom, ez micsoda Roland. Away! Away! This giant creature. You know? Oh my god. És itt van a patkány segge. Not a patkány. Mi a fasz? Ez tengeri malac. Nem tengeri malac, hanem malac. De ne fuss... Meg kellett volna simán hátba támadni. Ez nem egy egyszerű dolog ezt így megölni ebben a formában. Hello. I don't know. Lövöldözöm, mit tudom. Nem mész, hogy belőle. Dobd meg egy molotovval, nézd meg, hogy mi lesz. Nincs molotovod, mi? Healelni kéne, az a baj, szerintem. Úgy látom, hogy rosszabb, hogyha így a falon keresztül szarakodsz vele. Akkor legalább hosszú fegyverrel már a falon keresztül akarod. De nem, mert ezzel tudok... mi az? Vertikálisan ütni. A nagyjal is tudsz. Próbál meg a forgóütésre, tudj, hogy a falba vagy. Most próbáld meg a feltételkös, most... Na, milyen csízes csalásos. Ugye ez már ezt tud mérgezni. Vágom. Hát, hogy miért köpött a disznaja? Milyen szilaj már, nem? A szilaj. Mit ad? Hát... Vértemet, és nem mondtam, hogy hatalmas ellenfél, viszont a szem... Ne, 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 ú.
Ezt most elmondtam, de ez egy ilyen direkt, tudom arra, hogy ugorj le, azt hallj meg. Igen, hogyha a disznó hátul ülsz be a disznó és menekülsz, akkor ez történjen velem. Sof Hunter be! Ez mi a pöcs? Ő is Hunter. Welcome home, good Hunter. Levágta a fejét egy dagatnak. Jaj. See you later, alligator. Ez a második boss. Ez a második boss. Gascoigne apu. Father Gascoigne. Father. Alig beszél. Kedvenced? Szereted. Nem a kedvencem, de amúgy jó boss. Nehéz, mint a szar. Talán a legnehezebb második boss bármelyik Souls-like játékban amúgy. Szóval ilyen korán ilyen erős boss nem sok játékban volt eddig. Se a DS1-ben, se a DS3-ban nem volt ennyire erős semmelyik első. Azt tudom, hogy az első boss a 3-ban. Ja, még az elsőben... Na, szóval a 3-ban még nehéz volt ugye a Gundyr. Epic támadások mi? Őt is lehet szépen perrizni, nagyon gyönyörűen egyébként. Miért ismerem a boss-t, miért ismerem a képességét, miért ismerem a zenét? Mert láttad, bazd meg, mikor játszottam vele azért. Tü. Ugyanaz sem, mint én. Hát igen, olyan, mint te. Csak fából. De mikor támad, akkor ne kezdj már használni. Jó, de már megnyomtam a gombot, és amíg feláll, megcsinálja, és végez. Végezek veled. Lehet, hogy beakasztani sarkokba, meg ilyen hülyeségek. Vágom. Nem vágod, az a baj. Apa Gascoigne! Fordulj Gascoigne atya! Fuck off! Te perizzem. Nem bírod. De ezt találod néha. Azt, hogy tudod magad a sarokba, az nem olyan vicces szerintem. Úristen, gyors kettő heal. Fuck. A bestia kitört belőle! Jó, de legalább nem lett full HP-ja, bazd meg. Még. Nem kell neki full HP-ja, hogy begyalázom, mint a kurva élet. A harmadik nem kellett volna. Mi? A harmadik nem kellett volna. Hármat nyomtam. Igen. De. Nem látom, mi történik, akkor nem lenne vicces. Ezt lehetne jó perizni, hogy ne tudjon ölni. Bazd meg, kurva jó volt pedig. És te mit röksz? Egész odaig el kéne mennem? Igen. Minden egyes alkalommal. De hol van az messze? Te hülye vagy? Hát... Te hülye vagy. Úristen! Elfelejtkeztél valamiről, az a baj. Miről? Te hülye vagy. Nem. Elmondom a történetét, mert segíteni fog lehet. Az apuka, ő egy pap, egy távoli földről egy pap. Azért father, ugye, mert atya. Ő csatlakozott ugye a hunterökhoz, a vadászokhoz, hogy írtsa a bestiákat. Aztán idővel annyira izé lett, vérszomjas, meg minden felélt benne a besti ösztön, meg ki tudja, miket használt, ugye ő is valószínűleg izével hílelt, nyilván a vérrel, ami által ő is elkezdett bestiásodni, aztán kitört belőle végül, és hát a saját feleségét is meggyilkolta, és hát a kislányuk az ugye ott várja őket haza,
de soha nem fog hazatérni a kislányhoz, az anyuka se az apuka, mert az apuka az egy ilyen szörnyeteggé változott, az anyuka meg meghalt, és adott ugye neked valaki egy ilyen kis dobozt, amivel... Vágom meg. Render. Surrender. Fejlom a surrendert. Meg kell dobni vele? Nem, el kell játszani a zenét. Az az egyetlen dolog, ami emlékezteti arra, hogy ki akkor volt valójában. Akkor csak hívzolni kell? Elvol. Válasz ki akkor mondjuk. Na ki van választva? Nem, az a Hunter's Mark, brada. Just saying. Ez nem jó így. Vagy jó. Bruh. Nem biztos, hogy meghalnak mögötte, és akkor baj lesz belőle. Inkább úgy mondom, nem biztos, hogy minden meghal mögötted. Izéni használt csak szerintem, amikor átalakult szörnyetegé. Azt akarom. Ellen is jó a tűz nyilvánvalóan, csak nincsen már mind. Nem ezt a fegyvert használtad, hanem a másik? Nem, én ezt használtam, ami neked van. Periz és nekem ez jó most. Nem szalakodok. Van vele ágyú is egyébként. Ágyú? Aha, Cannonball, bazdmeg, ez fasságot. Az mázli kategória, gyaras. Na most lehet beletetni itt cheese-el, most ha itt alakulnád, akkor lehetne őt izélni, szopatni. Igen? Játsz is a muzsik boxot, játsz le neki. Menekülni ki, nem vagy gyorsan. Használjam is. Használd. És támad utána instant. Gyorsan támad. Csesz szét a száját neki. Három ütése jó volt. Aztán még egyszer tudod használni úgy, hogy nem lesz belőle probléma. Tényleg? Ó, bazd meg. Nem már. Harmadik használatra már nem nagyon reagál rá, egy picit. Nem is lehetett hallani, hogy semmit nem volt. Hát mert nagyon hangos a harc. Hú, de köcsög vagyok. Értem. Értem és sajnálom. De ez miért? Miért instant megölős? Kurva anyjád. Mi a fasz történt? De nem már, bazd meg a fa... Roland és a 3000 léleknek az elvesztése, ami nem lélek, hanem Bladeko. De ne basszál már! Nem basszik támad. Ah. És meg kell lennie, bazd meg. Itt azt üdeletbe akasztani jöttem gondolom. Nem használtam a ki... Nem értem, mi történik. Félelmetes! Úristen! Nem baj az. Minden jó lesz, Roli. Minden hát rendben jel. Lesz. Nekem már ez jár, én már rendesen levittem az életét. Ez igaz, meghalsz így. Nekem jár! Ez hülye. Hát ez a játéknak a melodikájának a kihasználása, nem izé. Nem csalás. Ez szokás, ezt szokunk kineket csinálni. De ez egyet értek. Ha játék benne egy szarbágot, azt kihasználod, akkor attól nem vagy köcsög. Ő is ki tudja azt. Kivéve, hogyha játék MMO mondjuk. Ott nem szép dolog, és azért megértem, hogyha bannolnak embereket. Hogyha mondjuk overwatchba kihasználsz egy olyan dolgot. Illetve, jó, ez a single player játék. Nyilván, ezért mondom. Amúgy nem feltétlenül. De igen. Már két fegyvere van. Most hosszú fegyvere van. Ez így nehéz ilyenkor. Elengem van. Ó, rendőr úr, hol lehetsz vajon? Egyszerűen pont a két órás dolog meg lesz, amikor már fél órája ölöm. Nem, attól tartok, hogy pont nem lesz, meg azt mondom, hagyjuk a faszba már, hogy azt akkor legközelebb megint szemvesz fel a fél órát, mert kijössz a gyakorlatból. Nem most, ma nem jöttem ki a gyakorlat, pontból, hogy visszajöttem. Magyarok. Mamma, mamma! Persze. Persze, Póni. Miért nem használsz izét? Mit? Molotovot. Nincsen, ezt veszel, néztem. Veszel, bazd meg. Nincsen pénzem rá. Farmosz párat, hát most. Egybe kerül. 201 asszem, vagy ami ilyesmi. De most megint fél órát bassza kell, hogy ilyen lények farmolását. Hát úgy is lesz lassan, hogy elfogy össze a síred, nem? Nem, mert azt nem használom sokat. Ha be van megfelelően akadva, akkor nem kell használnom egyet se. Oh my god. De már csak 18 van. Jó. Itt már veled van most a gond. Azt hiszem.
te vagy itt a probléma, Roli. Téged kell megszüntetnem. Tudod, hogy fogom megoldni a problémát? Megöllek. A valóságban boss harcolunk. PvP. 70-es PvP van, öcsém! Erős az ellenfél, Rolikám. Erős az ellenfél. Rest in peace, az anyja. Away! 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 Hallottad? Ja, ezt nem lehet kiperizni. Gondolom. Értem. Itt jó lenne, hogyha itt alakulna át. Nem. Jó, de bazd meg, beakadsz! Anya! Ha szemezek vele, akkor az a baj, ha nem szemezek vele, az a baj. Ha csak 5 percig csinálom, az a baj. Ha egész a szemezek, akkor az a baj. Hey, milyen egyszerűek vagyunk! Jó, de jók vagyunk! Szeretjük egymást! Fiúk vagyunk! Szeretjük egymást! Ez a bajom, igen, hogy többször felvízem, de nem tudok oda menni. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. De jobb vagyok! És most fog! Ott vagy, te kis szar! Húgyos Jóska! Leperiztem! Odeon Tomiki. Father. Father Gasolince. Odeon Tomki! Ideje volt. Itt van a háztérben az a cucc, amit vinni kell a kislánynak, ugye a kisgyereknek. Tudod? Kiért az anyjának, itt Márhol. Van az anyja. Itt ő tölt, itt tölte meg a saját izé feleségét, a csávó. Gascoigne. És innen leugrott ide. Hát mit tudom én, hogy ki volt itt a test. Nagyon durva. Hát feldobta, onnan tudja. Nem úgy. Amúgy igen, mi a fasz? Menj tovább arra. Meg kinyitod a kaput. Hát arra megy. Tudom, hogy arra mész. Nem mondtam, hogy nem. Két boss-t legyőztünk a játékba! Nem kellett volna healálni. Tessék? Nem kellett volna healálni. Jó van. Azért küldnek tovább, mert nincsen harc, hanem egy következő bonfire lesz. Két részt összekötő szakasz. És már 8 az izén. Inspekció. Ez mi? Labda. Az nem item, csak egy írás. A bérgetett pók elrejt minden mannert a rituálnak. And keepily a lost master tőlünk. A szörnyű shame. Makes head. Itt van egy láda. Itt nincsenek meg mimikek, ugye? K-
Ki tudja, Rolikám. Bloody Gem Workshop Tool. Ez valami fejlesztés a fegyverhez. Hát nem a fegyverhez, de még ahhoz végül is. Ja, mindegy. Világjuk a színje. Még egy bosszant. De hogy? Tényleg küldtelek, hogy szopjál, bassz meg. Azt megijedtél most komolyan? Olyan hangos volt. Hát egy hülye vagy. Ez egyik főbb központod lesz majd. Sokat járunk ide, meg innen, meg el. Ülj a bonfire, itt már mehetsz tovább a bonfire-esen. Ja, várj, nem kell meggyújtani. Tök mindegy, csak ülj le. Vagy hogy na, érted, menj vissza a Hunter's Dreambe. Megtanultunk perizni. Farmoltam 5500 lelket. A perizést az izébe is megtanultad a Dark Souls 1-be. A 3-ban nem sikerült. Nem, a Dark Souls 1-ben megtanultad, de én is soha nem használtad, szóval. Mit fogom? Good Hunter. Akkor menjünk föl. Menjél fel először, tacskózz össze. Beszélj is a germánnal. Blood Gem Fortification, nem Modification. Blood Gemeket tudsz rárakni fegyverekre. Hármat? Igen. Ahogy látom. Nyom rá? Nincs még egy se, csak hogy itt lesznek majd. Jó, nagyon nincsen jó egy se? Nincsen még egy se, majd lesznek, nagyon durvák. Itt mennyire el kell javítani a fegyvereket? Mit tudom én, nézd meg, hogy milyen az állapotod. Jó, ott van 147. Hát. És volt már 250, meg ilyenek is, szóval javítsd inkább. Miért nem javítod? Ezt nagy izé összegbe kell amúgy. Következő. Ezért is lőfegyvert is kell szerintem, nem a Fortify. De azt is tudod szerintem. Az mi az a Fortify? Az a fejlesztés? Uh-huh. Biztos, hogy nem kell, mit tudom én. Akkor Fortify-old ezt. Mindenképpen felhúzzuk ezt maxra, szóval. Na jó. Alapfegyvered mindenképpen, ez egy biztos pont. Ez a te helyed. A hold közel van. Nem lesz mások, a hunt lesz mások, more. Végig kell majd menni, vagy nem tudom, végig megyünk-e, vagy mennyire megyünk végig a dungeonökön. Majd. Hát csak. Meg hogy akkor milyen, mikor, hogy milyen szintek környékén majd. Jaj, meg a műzényben. Mi a legfőbb vágyam? Ezt Lucifer mondja nekem? What is your deepest desire? Nem, olyan aranyos volt, hogy ott ült. Jaj! Húszántől felébredtem, bazd meg el. Adja HP-ra, adja HP-ra 2, jó lesz az. De én szeretném használni azt a kibaszott fegyvert. De valószínűleg nem fogom szerintem. Mi az, hogy nem fogom? De nem honnan fog neked tudod? Tetszeni az. Büdös. De bazd meg, hát amíg nem tudom használni, büdös az ha a már 3000-et már elbasztam, akkor nem akarom feleslegesen elbaszni. Ja, miért ilyen kevés a HP, akkor az lesz 10 óra múlva. Mi volt ez a izé, amikor így magam, tehát csináltam egy ilyen HP-mból löveget? Felfele. Ennyi? Igen. És ez mi az a plusz 5? 5-tel több töltényed van. Kaptál 5 vértöltényt. Vértöltény? Hát magadtól veszed ki a töltényt. De ez másfajta? Mit tudom én, mit számít. Soha nem használtam kell. Oh, nem tudom többször. Hát nem tudom azt csinálni, hogy megölöm magam többször, hogy legyen ilyenem. Megölöm magam. Fent menj felfele. Menj be a házba. Az oldalsó ajtó menj ki, ahol van az a kis izé kupa. Itt. A másik oldal nyilván. Nem itt, hanem a középen, ahol voltál. Nézd be a izébe. Nem oda. Mi melletted van, baszki? Tudod, mit akarok, azt nézeget, hülyeséget. Insightot tudsz költeni. Dolgokat tudsz venni belőle. Most még csak ez a szar van. Azzal tudsz hívni segítséget. Olyanom van itt. Vagy ezzel mehetsz segíteni, nem olyanod van, másfajta van. Oh. Gascoigne-nak a cuccai. Jó kis szett ez. 1, 2, 3, 7. Hát. De van nálad 2 még. Amit el tudok így nyomni? Uh-huh. De már kell nézni majd mik az előnyök meg a hátrányok az insightokkal.
Away! Away! Nulla insightnál nincs semmi. Ha egy insightod van, akkor vannak ezek a kis töcskök. Mire gondolsz? Azok a kis görcsökre ott a földön. Csak ennyi? Nem. Akkor kell életre ugye a baba. Több lesz a pütypürüty. Pütypürüty. Nem fogom érteni, miről beszélsz. Jó, azért nem lényegesek, meg spoiler lenne. 15-nél van a következő konkrétabb változás. Bizonyos moboknak a másfajta támadásai lesznek, keményebbek lesznek. Hasonlók. 60-as szint fölött, 60-as insightnál például izé, babasírást hallasz folyamatosan. Valami szintre a háttér, babasírást hallasz. Ja. Meg ilyesmiket. Nem varázsolsz. Na például nekik vannak speciális képességek 15-ös insight fölött. Most mondjad, amit mondtál. Mit mondtam? Majd mondtam, hogy egyéb fel itemeket, mert ott hagyta hátad mögött is egyet. Nem arra, hanem arra befele. Mi a geci? Meteor kullancs. Ez mi a jó isten volt? Ki tudja? Ezt is az inside miatt láttam. Pont, hogy amiatt nem láttad. Mit szólsz ez? Hunters garb. Gascoigne tudsz, hogy a legjobb, hogy a játék elején köbö. Ezt így ennyi. Vérmalac. Jó. Két irány is van. Hello! Jöttem! Hangja van, ott egy item, nézd van. Tetszik? Ja. Bejön neked a férfi? Eléggé. Akkor csabasd neki. Azt tudja, hol van. Hogyha valaki követne, hol van? Azt nem lehet leperizni. Nem tudom, ne kérdezz már mindenki, mert még nem tudom. Ezek szerint nem, vagy késő, vagy nem tudom. Magyarok napa! Nem jó, hogy bász ide. Mi hangja van neki amúgy? Hallom. Hajlamos vagy a meghalásra? Én igen. Szeretem a kamera állásaidat. Erős? Én ezt nem tudom, hogy életed túl magyar. Hú, de nagyot robban. Bloodstone Shard! Bloodstone Shard! Mordor! Szerintem először lefele induljon. Hogy lezárod az ajtót, hely. Arra nem megyünk. Játék azt akarom, hogy lássam őt, és rohanjak oda. Oda rohannak, azt jönnek oldalról is. Jó, úgy látom, itt ezek az alapmobok, bazd meg. Alapmobok. Mobok. A saját anyukájával támadom. Igen? Miért nem is szinkronizálhatsz, azt se értem, nem. Olyan jól működik, ez olyan egy instant killek. És elpazarult ezeket a lehetőséget. Jó, utána meg a izét. És mi történik? Mire volt meg, hogy élek? Hát én se értem, de azt tudom, hogy mit csinálsz. Hopp, nem halt meg. Hát nem, ezek már erősebbek. Most meghalsz... az meg, te hülye vagy, nem volt HP-d megint. Láttam. Csak már addigra megjártam a gombot. Magyarok, az meg. Támad a magyar, támad a svéd, országházban lakik a mét. Ott van a földön, meghaltál. De hílej már inkább, mi történik az agyadban? Az előző területet már ismert kívülről, meg megöltél mindent tízszer, és már jó vagy. Hú, micsoda kerület. Cápedli. Nézd szét erre, arra, amarra. Tudod ki az amarra? Tudom. Sötét. Remékszel a részre, itt látták egyszer is. 10 ember. Szóval ennél a résznél Szefi egyszer rám nyitott, és ezt látta ezt a jelenetet.
Emlékszel rája? Fölfelé néztél? Mi? Fölfelé néztél akkor? Nem. Normálisan játszottam. Ezzel harcoltam pont. Én vigyáznék, bazd! Baba kocsi! Ez jó lesz így, és értelmes nagyon van. Hát te elkezdtél fosni, azt futottál vissza? Igen. És majd meglátod, hogy miért fostam tőle annyira. Vagy lehet, hogy hamarabb megölöd. Uram, atyám! Szánalom, szex! Most felhívom a rendőrt, hogy hívok egy másik rendőrt helyette. Haló? Rendőr? Szeretnék hívni egy rendőr, egy másik rendőrt hívnék most nagyon. Nagyon. Merre mentem az elő? Rossz irányba tartasz. Azt tudod, hol vagy, te seggarcú? Egy másik irányba mentél az előbb. Rendőr, árpádsávos zászló. Piros köpönyeges hónai szirup. Neki mondta, meg kell ölni. Mi volt ez? Mondta, kijöttél volna hasából a gyereknek. Vasember. Ah, vasember, olyan szép. Mi? Nagyon azt hitted, majd te nagyon jól lettél be a játékban. Amúgy kitapasztaltam, hogy van ez a lelkes dolog. Ott hagyja a lelket is, hogyha van valami mob. Akkor azt bekapja. Akkor azt kapja be. És nála van a lelkem? Ja, úgy tűnik. Nem tudom, hogy. Felszívta. Ez nem a rendőrt hívom, bassz meg, hanem a pszichológusomat. Hívja. Fasz történt. Most arcba. Mert ezzel meg is ölöd. Nem, de már... Igen? Ez volt látva a nagy szépsége. Ajtem. Ráadásul nem is el kell jönni, ez csak egy ilyen extra kis rész. Nem? Jó felemény? Mondom, most mondtam majd valamit az előbb, csak nem figyelsz. De, hogy ez egy nem kötelező hely. Nem, én azt mondtam, hogy amúgy erre nem is nagyon lehet jönni, csak egy item van, vagy kettő, azt így ennyi. Hát de azért, nem? Tudom, csak mondom, hogy ez nem egy olyan terület volt, hogy nagyon fontos lenne. Ott volt a láda, mit csinálsz Magyarország? Körbenéztem. Igen. Én is ezt mondanám, hogy mikor nem vesztem észre a ládát, ugye? Úristen. Azt hiszem, valami fontos dolog van benne, ha jól rémlik nekem. Te első gemstone cuccod, amit rá tudsz rakni. Blood Gem Contact! A Bloodborne-ban az első Blood Gem Contact. Tudod, milyen jó dolog ez? Uh-huh. Igen? Elég jó. Uh-huh. Az az. Fezen jöttünk gyakorlatilag. Hát a fezen miatt. Felveszem a fejemre a fezem. Akkor most vissza teljesen, és akkor egy... Elrontja a jó gizém, rímemet, bazd meg. Nem érdekel. Hát ne érdekeljen! Jól áll az a... Mi volt most? Fez. Igen. Hogy volt már? Mit akartam? Mi volt a mondat? Nem tudom. Meghalt már? Ki? Sokat ért az élet születése. Sokat ért az élet születése. Na szar már le. Add lelke. Igen, én megadok neked szirupot. 110-et, bazd meg. De itt ma minden sokkal többet ad, hülye. Ha 110-et ad, akkor szerinted a többi mennyit ad? 100-akat, 500-akat, mi ilyeneket adnak már ezek. Még már van 4 kell. Ott egy töves. Most mondtam, ezek sokat adnak itt. Ezért nem kell foglalkozni kis tacskókkal. Jó. Tudod, miről a gyurma? Ezt meg kéne ölni, mi? Ez felment arra, azt hiszem. Te is felmelj. Said. Inkább kölcsökem. Igen, kölcsönk ennyire visszajár. Na, arra úgyse kell visszamenni, úgyhogy ez haladás. FC? Ezek mennyit adna? Nézd meg, öld meg, csapasd! A szerencsét, hogy nem csinálja a támadását, amit szokott lövöldöz a kis izi lámpájával. Jó kis 258-at, Robi. Van még egy. Hát meg! De meg oda mászkálsz a sarokból, az előbb megtámadtam láthatatlan ellenség. Meg lesz a kibaszott kard. Most már. És arra fog nyomni, amire én szeretnék. Csinálsz, amit akarsz? Nem baj. Van nála lélek egyébként. Ami nem lélek, a faszomat már. Személy, most meg kell mindig tanulni. A megfelelő izét kell mondani. Mi?
Meg kell tanulni az új szlenget. Mi ez a Blood Cocktail például? Mondtam már azt is egyszer. Oda van írva, bazd meg. Mi nem ja, olvasod el, hogy a vakolj. Embereket odaír. Nem embereket hív oda, de bízteket. Bízteket oda izél. De azok nem emberek, a bíztek. Jól van. Bestiákat. Bestiák együttes. Ah, hiszen egyet, az pont elég, azt nem? Igen. Akkor mit sírsz? Mi a gép? Ez melyik tart? Ezreket. Ezreket? Hát nem annyit adott legutóbb, de elbaszódott. Úristen. De nem. Azt hittem, hogy ezret ott helyen, faszom emlékszik. Még kis a dolgokat? Majd úgy kell, majd én akarom. Egy ezret ad, ide menjek, izé, megütögessem. Kapitány. Van három izéd egyébként meg. Mi? Homeward Bone-nak megfelelőd. Igen. Mi nem rakod be? Sötét. Úgy csak el már a Tiny Music Box. A peblét is berakhatnám. Itt a peble való arra, hogy behúzza ellenfeleket egyébként. Megdobod ilyen kis kavicsot az ellenfelet. Vágod? Sótány. Na. Nem adjuk le a brosolat a kislányna? Jó, nem ez az. Ez egy másik karakter, ez meg izét ad. Ez adja a fegyvert, egy jó kis izét. Nem tudom, minek nevezzem. Ilyen lángszórószerű, csak nem lángszóró. Még egyszer beszélünk? Flame sprayer. Ja, végig is lángszóról nevezhetjük annak. Away! Away! Ja. Tényleg jó ötlet? Away! Away! Volt már? Nem nagyon. Nagyon hallgatom, hogy mondják-e már végre, de nem? Mondták. Kurva anyukat! Csak azért tudom, hogy azt mondták. Igen. Azt hiszem itt, nem itt, hanem fel a lépcsőn, még a fel-fel lépcsőn ugye arra. És itt elkanyarodsz befelé arra. Azt hiszem itt. Aha, na, Isten Máté neve. Hello, Miss Mama. Hand over the red javelere bad bread-le. És ezután elküldöd őt a kislányt a izébe, a kápolnába majd. Illetve, hogyha neki a történetet akarsz, hogy folytatódjon, az IOS fűsik a klinikára kell küldeni a kislányt. A lényeg az, hogy a játékban a legtöbb NPC-t azt úgy szerzed meg valójában, hogy elküldöd őket biztonságos helyre. Az egyik az a church, a katedrális genyó, ami most vagy ugye. Uh-huh. A másik meg, ahol kezdtél a játékban, az a klinika genyó, ahol felébredtél. Csak hát ugye kiderülnek majd dolgok a helyekről, meg ilyen esküzős szituációk adódnak. Majd egy prostit be lehet szervezni, de szerintem nem fogjuk, mert el fogjuk felejteni. A kislányt is biztos benne, hogy kell mászol, ezt ugye őt is el fogjuk felejteni szerintem. Valószínűleg először meg kell csinálni valamit, nem tudom, valamit. Egy bizonyos, a játék bizonyos pontja után sok minden változik, meg sok minden történik extrába. Viszont bizonyos karakterek meg azután már nem hozhatóak elő. Szóval itt nem nagyon fogunk a karakterekkel foglalkozni szerintem. Itt még kevésbé egyértelmű a legtöbb karakternek a sztoria, meg a útja, mint a Dark Souls-okban. Pedig azért ott se egyértelmű többnyire, nem? Away! Away! Nézd a várost! Arno Londo. Apuk, mi az Arno Londo? Anor Londo. Anor, mint ámor, csak ennel. Nem félsz a kutyától? De. Te kutyát jobban fintek, Gertű. Kutyától jobban félsz, mint a pocskantul? Na ütnék ilyenkor, mikor elkezd ugatni. És pont bele fog futni talán. Ja, látod, milyen okos vagyok, látod? Csak te nem vagy az. Away! Away! Az alapombokat minek izélni? Charge ütésekkel csapdosni. Többet adnak itt is. Hát persze, hogy többet adnak, hogy haladsz előre, többet adnak. És a feltűnt neked, a városon belül csak férfiak vannak. Igen. Feltűnt. De majd, mikor a külső területekre érünk, egyre több nő lesz. Ott már meg csak nők lesznek, mert nők otthon maradtak, amíg ezek itt vadászni jöttek. A felment vadászni. Hát a férfiak végezték a munkát, úgymond a nők otthon voltak, így a falusi környezetben, és ott foglalkoztak a dolgokkal. Gondolom, mit tudom, ezt most találtam ki, de így jön nekem fejben. Boss harc. Roli. Na itt tényleg nincs itt boss harc, mit sírsz? Kitaláltak ezt a flamós vagyok, mi az a szarszöveg? Eltállnak a gurujok! Baj lesz, Roba.
Ebből homokbaj lesz, magyar. Fú, de mákod volt. Lárt pulvárt társulatoli. Szerintem azt meg kéne gyilkolnom, azt a férfit ott. Hú, hát ezt nagyon bekaptad, Roli. Ez mák volt már. Miután sebződ, azután a HP-d nem megy le rögtön. Igen. Mert narancsárga csík marad. Addig tudod visszajutni magad. Tudom. Igen? Ezt tudtad? Nem volt elő szó korábban ragás. De mondtam a bossnál, legelső bossnál, hogy azért ütöm már mindig, mert hogy azt akarom, hogy visszakapjam a HP-t. De ebben nincs kimondva, ebben mondatban az, hogy konkrétan ez mit jelent. Hogy azért ütök, hogy visszakapjam a HP-t. Lemegy még le. Visszaütök, lemegy a HP-t, itt meg oldala. A jó fiam mentén, jó naki. Mi akarsz bánt egy imádkozó embert? Hát milyen rossz színulatú vagy te? Azért néztem meg. You're a peace hunter, I knew it. That's precisely how I started out. Protégi of Master Logarius, Hunter of Villebloch. Fire paper. Ez amit úgy a fegyverre rárakos dolog. Tudod? Uh-huh. Mit mondtam? Hát hogy olyan, mint a... izé. Tehát rá tudod rakni, mint a Dark Souls-ba az ára most, meg az tüzest, meg az ilyenek. Való igaz. Na most már mehetsz lefele a paprika jancsizni. Nem direkt volt. Away! Away! Holovi Csigó is itt van szerinted? Ó, oh, még egy. Tempering bla... Azt is meg kell csinálni majd. Milyen félelmetesen ostobálkodik. Mi van? Semmi, még egy mob. Ezt nem nevezni mobnak. Ez annál több. Mi? Farkas. Na, ez csak settenkedik, mikor bántam, mikor csak settenkedik valaki. Lépked, érted? Sétálgasz, azt meg akar támadni. Olyan vagy, mint bazdmeg, izé. Késelős gyilkosok. Ezt még valami, remélem. Kivártunk. Kivártunk! Ti kivártok, én kivertek. Ez nem taktika így. Bloodstone Shard. Most lehet tudod még fejleszteni megint egyel majd a fecót. Vagy a fegyót. Most már tudok lépni szintet. De nem fogsz. Mert el fogod veszteni a lelkeidet. Most tényleg? Lehet. Szerintem simán. Menj felfele össze, mert azt mondja, hogy azonnal. Jó van, magyarul. Aztán van egy item, ezt akartam kijönni. Antidót! Szerinted miért jó az antidót? Hát te izébe, Nióba azzal lehet hílelgetni egy kicsit. Nem, ez nem arra való. Hát ez a mérgezés ellen való, Rodikám. Mert hogy mostantól a mérgezés is egy opció lesz, ami be tud következni bármikor. Vágaszolod? Vágaszolom. Ez egy érdekes terület lesz. Sok szempontból lesznek nagy problémáink vele szerintem. Nagyon sok szempontból, Rodikám. Egész szépen haladunk most. Most igen, mert nem volt nagy dolog. Nem is kell. De majd lesz mindjárt hagy dolog, azt majd baj lesz, Moreka. Elég messze vagyunk a következő bosstól például. És olyan rossz hírem van számodra, hogy nagyon büdös lesz a lehellete a bossnak. Ezt csak a sima fegyver támadásokat nézve. Kardel? Hey! Szíje! Szíje ez gyerek! Trick weapon! Tök jó, meg van csinálva. Rakjál gemet először. Blood gem modification. Ha melyiket akarod fejleszteni? Ezt. Ezt fejleszt akkor, igen. Tegy mi blood gemet. Látod, ott van, mi változik. Pszichálatak... Pszichikálatnak 0,7%-a növekszik, a másiktól meg... Ezt rak be, az alsót rak be. Ettől 1,1%-a növekszik, plusz a HP recovered az plusz 1. Durva. De berakottad a másikat is egyébként kijöbb színen szerintem. Én azt mondom, vegyük már meg izét. Mit? Gascoigne-nak a szettjét. Azt mondod. Aha, meg edd meg a két Madman's Knowledge-ot, vagy háromat, ami nálad van. Ta-ta-ta! Ta-ta-ta! Anyádat. Négy is van nálad. Az insight-ot ad, edd meg mindent. Lesz négy insightod, csak hogy biztosan jó legyünk insight terén. 10 felé nem akarunk menni, a suttogás hallottad, tetszett mi? Eskacsok.
Na, mi Hunter beszélt. Nem tudom, mit beszélt, de engem nem is érdekel. Ruhákat néz meg, meg hát van még más is. Nézd még tovább. Csak egy picit. Nincs más, még jelenleg jó van. Gascoigne set. Menőn néznél ki benne majd. Ez a lényeg. És még maradhat. Hát azért mondtam, hogy nyugodtan lehet itt vásárolgatni. 10 fölé nem akarunk menni. Vásárolni? 10 fölé jelenleg nem nagyon akarunk menni. Inside terén. Szerintem legalább Bishop. A 10 fölé mész, akkor nagyon sok lesz hirtelen a dolog. Geonosis. Az újdonság. Geonosisra nem akarok rámenni. Minden Gascoigne tudsz megvan. Tö-tö-tö-tö-tö. Jól nem néznék én rondán, és akkor... akkor ki lenne valami tekintély a karaktered, de állj már falhoz. Ez pöttyös pilla. Mondom, megharapott egy vámpír. Van valami szexepill benne. Nem, azért nem, nem mondd, hogy nem csapnál oda neki egy nagyot. Hát persze. Azzal fogsz haladni? Az az elsődleges, csak hogyha akarok, akkor már. Ha akarok, akkor majd... Csak így játszok, így játszok. És mire jó, mit csinálsz a fejeddel? Mosolygásra értettem.